mögöttünk látható épület, vagy ennek az elődje volt az egykori német városnak a központja, a városháza. Feltételezem, hogy az utca névadásban is szerepet játszhatott. Igen, pontosan. 1851-ben Városház utca néven írták össze, de a németek nem így nevezték, szerencsére megmaradt Rádgasse, ami magyarul Városház utcát jelente. Az más kérdés, hogy néha-néha egy kicsit bővítik is, mert van másik Városház utca is ugye most bent a belvárosban. Azért néha német városi vagy Városház utcának is nevezték, van ilyen eset. 1860-as telekkönyvben például német Városház utcát írtak határozottan. De van, amikor József városi Városház utcát is írnak. Hát ezek mind mellékesek, már lényeg az, hogy Városház utca volt. A mögöttünk lévő városháza, amely ugyan nem pontosan jól állunk, mert ha a tér felül néznénk, az lenne az igazi része, a régi része. Néhány tisztviselő volt összesen. És 1857-ben meg is szűnt a funkciója, mert 1857. október 1-én a két város egyesült, és továbbiakban nem volt szükség városházára, mert a központba ment a tisztviselőkar. Iskola lett belőle. Ma is iskola, vagy éppen internátus, mindegy, hogy nevezzük, de lényegében iskolai funkciókat töltött be, és kibővítették a szárnyait, kibővítették. Sőt, a végén még van egy lakás is, vagy kettő esetleg. 1896-ban érdekes módon, ez a 96 azért érdekes talán, ha valaki még emlékszik rá, hogy ekkor történelmi neveket adtak nekik, és elnevezték Neifel utcának. Tudnélik, az utolsó német városi jegyző 1857-ben, aki az egyesítéskor dolgozott, egyezkedett Magyar Gyulában, az Neifel volt. Tehát ezért nevezték el Neifelről, Neifel Jánosról. Ez még most is egy viszonylag gyakori név Gyulán. Igen, érdekes módon azonban Gyulán Kneifelesítették, tehát Kneifel. Ez az osztrákosabb kiejtés. Igen. Úgyhogy a következő évben már Kneifel utca volt. Egyébként Kneifel az A-val írta a nevét. Az utána néztem mégis, hogy tudjam, hogy melyik az igazi. Ő később aztán nem csak írnok volt, nem csak irodai tisztviselő volt, hanem főjegyző lett a városnál. Tehát a egész Gyulánnál annak a főjegyző is volt egy időben. Mm. 1948-ban elnevezték Baross utcának. A jegyzőkönyv nagyon rövid. Baross utcának nevezték el, kész. Nem tudjuk, hogy melyik Barossról, tudnik mind a két Barossnak volt valamilyen olyan kerek évfordulója, ami miatt lehetett róla elnevezni. Baross Gábor volt a híres, a miniszter 1880-as években, akinek 100 éves volt a születésének évfordulója. Viszont a másik Baross, a szomszédban Bánk úton, a Búza nemesítő, annak meg halálának volt 10 éves évfordulója. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen melyikről nevezték el. Hát ezt később megoldották úgy, hogy mind a kettőt kapott egy névtáblát, úgyhogy tulajdonképpen ez az a utca, amely két embernek a nevét viseli. Hát azért Baross Gáborról hadd mondjunk annyit, hogy a 80-as években, 88 után, amikor ő miniszter lett, ő csinálta meg azt, hogy a magyarországi vasutakat központosította, és a különféle társaságokat egyesítette, és MÁV-ot csinált. Pontosabban MÁV meg volt már, csak nagyon kevés volt a útvonala, és akkor csinálta meg összesen a MÁV-ot, magyar államvasutakat. Különleges eset. Tessék elképzelni, 1880-as években még nem személyvonatra szálltak fel az emberek, hanem Personenzugra. Tehát német volt a nevük még, vagy a gyorsanatnak Schnellzug volt a neve. És a jegyszedő is németül
kezelt, németül beszélt. Úgyhogy Baross Gábor volt az, aki kötelezte, hogy már pedig magyar legyen a vasútnak a neve. Fantasztikus dolog. Hol vagyunk már 1848-tól, vagy esetleg 1867-től a kiegyezéstől? Több mint 20 évnek kellett eltelni, hogy a magyar vasúton magyarul beszéljenek. A Baross László pedig bánkútra került ide intézőnek, és 7 év múlva már, amikor ide került, már kikísérletezte azt a búzát, amellyel későbbiekben Kanadában aranyérmet nyert a világkiállításon, a bánkúti búzát. Ez a sikértartalmáról volt nevezetes. Mind a kettő megérdemel tényleg egy nevet, csak éppen, hát mondjuk azt, hogy mind a kettő nevet kapott ezzel a utcanévadással.